Kedves nézőink, amíg a kenyér megáldásának képeit és szertartását láthatják, addig elmondom, hogy dr. Korinek László tiszteletbeli konzul indította útjára a Magyarok Kenyere mozgalmat, amelynek lényege, hogy most július végén valamennyi magyarországi megyéről, tovább a környező országok magyar lakta területeiről az adott évben termett búzát adományoznak, és ezt összeőrlik, ebből készül a Magyarok Kenyere. Családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjeszd ki karodat, és árazd áldásodat erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén hozunk eléd. És add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi kenyeret és örök életre szóló szent igédet Krisztus a mi Urunk által. Amen.